Hamarosan itt az ősz, a legtöbben így már most elkezdték a tüzelő felvásárlását a télre. Az árusok körében azonban megjelentek olyan kereskedők, akik vagy az interneten, vagy pedig a településeket járva próbálják megértékesíteni rakományukat, rendszerint becsapva az óvatlan vásárlókat. Badics Zoltán, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, legutóbb egy 59 éves üregszemcsei nő tett bejelentést, miután egy internetes oldalon egy ismeretlen hirdetőtől 11 köbméter akác tűzifát rendelt, azonban a lerakodás után kiderült, hogy sem a mennyiség, sem pedig a tüzelő fajtája nem egyezik. Megbeszélt időben egy teherautóval megérkezett kettő ismeretlen férfi, és a hölgynek a házánál lepakolták a fát. Ezt követően átvették a kialkudott vételárat, és utána a számbaadás nélkül távoztak. A hölgy az később jött rá, hogy valószínűleg csalás áldozata lett, mivel jóval kevesebb fát is kapott, és nem is olyan tűzifát, mint amit megrendelt, hanem attól jóval rosszabb minőségű, tehát gyengébb tüzelőértékű vagy fűtőértékű fát. A vásárlót körülbelül 150 ezer forintnyi kár érte, az ügyben a Tamási rendőrfőkapitányság kezdett nyomozást. A hasonló esetek elkerülése érdekében néhány fontos tanáccsal látta el a lakosokat a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. Csak megbízható forrásból származó hirdetőtől, illetve kereskedőtől, eladótól vegyenek tűzifát. A vásárlás előtt minden esetben tájékozódjanak az aktuális tűzifa árakról. Ezeket az állami erdészeteknek a honlapján szinte napra készen meg tudják nézni, és onnan meg tudják nézni, hogy melyik fafajta mennyibe kerül. A vételárat és a szállítás körülményeit is előre kell tisztázni. Ha a tűzifa fajtáját vagy mennyiségét illetően gyanú merül fel, még a lerakodás megkezdése előtt kérjenek rendőri segítséget.